Előzetesebben megnézzük ezt a házat, akkor minden részletén felfedezhetjük a munkát, az áldozatos munkát. És ha ránézünk erre az ablakra, akkor a munka örömét találjuk meg. Látszik ezen az ablakon, hogy aki ezt faragta, örömmel dolgozott rajta, és nem pénzért, nem határidőre csinálta, hanem azért csinálta, mert esetleg a sajátja volt, vagy mert jó ismerősének készítette. Megnézhetjük, szóval ez a kis ajtó, ami az utcára nyílik, szimbolizálhat nekünk egy olyan dolgot is, hogy mennyire nyitottak voltak ezek a régi emberek, így a házaik is, egymásra, a közösségre. Ez akár szimbolizálhatná ennek a háznak a jövőbeni funkcióját is, hogy egy közösségi funkciót töltene be. Ugyanúgy, hogy ez az ajtó nyit az utcára, ez az egész ház egy olyan helyen áll, ami a 21. század igényei szerint lakó funkcióra nem teljesen használható, vagy bizonyos kompromisszumokkal, viszont egy közösségi élet számára nagyon megfelelő ez a hely. És maga ez a ház, ez a régi idők varázsát, és ezt a bizonyos helyszállamét vissza tudná hozni, és meggyőződésem, hogy jó közösségi életet tudna teremteni, nagyon jó közösségeket. Annál tökéletesebb nincs, mint amikor meghagyunk egy ilyen épületet, még hogyha körülnevé is a város, de léptékében, anyagában azt mutatja, ami volt. Mint amikor az ásatásokon tanúfalat hagyunk arra, hogy azt a régész szakértő pontosan tudja rekonstruálni, hogy mi volt korábban, vagy amikor egy műemléket helyreállítunk, akkor a mondjuk a párkány tagozatokból egy-egy eredeti mintát mindig meghagyunk a felújítás végéig, hogy pontosan tudjuk rekonstruálni, hogy mi lehetett. Mai ember számára elsősorban szerintem életformát, egykori életformát tud mutatni. A leírások, a mondjuk 19-20. Századi fotódokumentációk és filmek sem tudják úgy olyan jól térben bemutatni azt, ahogy eleink, hogy milyen gazdaságosan tudtak élni. Tehát mennyire megvolt mindennek a helye, szerepe, akár egy népi épületben, vagy egy úri lakban, vagy egy kisnemesi kúriában. Úgyhogy ezeknek a megőrzése, ez kötelességünk. Sokszor beleesünk abban a hibában, én is beleestem, hogy stílusában is próbáljon az ember, vagy stílus jegyeiből valamit átemelni. De nem sokkal bonyolultabb és nehezebb kérdés ez, hogy mit tudunk ebből hasznosítani, mert hiszen annyi minden megváltozott. Az
a lakó funkciók, az igények, a funkcionális igények megváltoztak, bővültek, növekedtek a térigények. A szerkezetekről nem is beszélve, szerkezetés technológiákról nem beszélve. De valahogy azt azt a gazdaságos szemléletet, lakó használói szemléletet és építés és anyaghasználati szemléletet, azt az egyszerűséget én azt tartom a legfontosabbnak, amit ezekből tanulhatunk. Tehát például a egyszerű, akár vályog, akár tégla, de festett fehér falu házakat, festett falakat, a fa anyag és a egyszerű fedőanyagok, cserepek, tégla használatát. Ezt gyakorlom is. Tehát, hogy olyan anyagokat szeretek én is beépíteni sokkal nagyobb, más jellegű épületekbe, amelyek hagyományosak és egyszerűek és gazdaságosak. Tehát lehet, hogy a megőrzött népi műemlékek, népi házak élettelen tárgyakká válnak, úgymond. Ha így van, és múzeumszerűen mutatjuk be őket, akkor is meg kell őrizni őket. De alapvető fontosságú, hogy megfelelő gazdát találjunk neki, megfelelő funkciót, és azt működtessük. Nagyon fontos az ilyen öreg és viszonylag lepusztult állapotban lévő építészeti kincseinket felújítani, értékmegőrzően természetesen, mert ez egy jó összekötő kapcsolat lehet a múlt és a jelenkori generációk között. A Davosi tájházhoz hasonlóan az elképzelésem, hogy ebből is lehetne egy ilyen kis központot létrehozni, ahol a gyerekeknek ilyen foglalkozásokat, kézműves szakköröket tarthatnának, az idősebbek pedig sütögethetnének például, ami szerintem abszolút egy ilyen közösségkovácsoló dolog és helyzet. Thank you.
Minden olyan épület, amit meg akarunk őrizni, amit nevezünk műemléknek vagy építészeti értéknek, igazán akkor tudjuk megőrizni, hogyha annak funkciót tudunk adni. Viszont, ha nem tudunk funkciót adni, azért ne erőltessünk bele olyan dolgokat, amit nem tud ellátni az az épület. Akkor viszont azt mondom, hogy ez az izgalmas kérdés, akkor találjak ki neki egy olyan létet, és ezt nevezem műtárnak, ahol ő tárgyként szerepel. Adott esetben legyen átjárható. Hordozzon valamit. Az is egy funkció. Tehát lehet, hogy végülis aztán kikerekedek oda, hogy funkció nélkül nem fog tudni létezni, tehát funkciót mindenképpen kell adni, és ez az egyetlen kihívás és feladat a felújításon túl, amivel műtárgyát tudom tenni. Egy-egy olyan üzenetet hordoznak, ami valahol egy iránymutató tud lenni, vagy irányadó tud lenni egy érték rendszerben, hogy mit értek ez alatt. Azt, hogy az ember fejlődik, bejár egy utat, nem árt, ha néha megáll, és visszanéz, hogy mit gondolt ő 10 éves korában, vagy 15 éves korában, vagy 20 éves korában. Tehát valahol ugye más ember volt, ahhoz képest egy fejlődésen ment át, és nagyon jó visszatekinteni, hogy tudjuk, hogy honnét hová megyünk, hogy valamiféle mértéket tudjunk, vagy keretet tudjunk adni annak, ahol ma tartunk. És én azt mondom, hogy milyen gyönyörű egy kontraszt, hogyha egy népi ház egy város szerkezetén belül megmarad, és azzal a kontraszttal együtt, ami a körülötte kialakult város szövettel van kontextusban, hogy ezt a nagyon divatos és sokat emlegetett szót mondjam. Ez egy izgalmat tudok okozni. 15-20 éve azt mondták itt például Dabason is, hogy az építészek vegyék figyelembe a népi hagyományt, akkor a kúrják motívumait, ezek jelenjenek meg a házakon. Dehogy, még kell annak megjelenni? Ha van helye, jelenjen meg, de ez nem ettől lesz jellegzetes egy adott épület, nem ezzel tudunk tovább vinni gondolatokat a múltból. Úgyhogy én azt mondom, hogy azt hagyjuk meg eredetében, a felújítást hordozza a ma gondolatát, de úgy, hogy ne nyomja el azt, ami magát a népi házat, és gyakorlatilag örüljünk ennek a kontrasztnak, amit okoz ebben a szerkezetben. Igenis, építész nélkül is létezik építészet, lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy nem véletlenül, azért vannak tehetséges alkotó emberek, akik nem építészek, csak a hobbiból, vagy éppen a szükségből elvégzett dolgokat ők mesterien csinálják meg. Izgalmas dolog végigmenni egy falon vagy egy településen és megkeresni ezeket a spontán építészeti dolgokat, amik lehetnek megejtőek. Én azt mondom, hogy nem csak a profizmus tud jó lenni és szép lenni, az amatőr báj is hihetetlenül el tudja varázsolni az embereket. Hogyha arról akarunk beszélni, hogy van-e értelme azoknak, hogy összegyűjtsük azokat a motivumokat, elemeket, kerítésdarabokat, zárakat, kilincseket, teljesen mindegy, amik nagyon szép nívességet hordoznak, ennek abszolút látom értelmét. Abszolút, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, egyrészt mert a maguk elmúlásában tudnak szépek lenni, és tudnak műtárgyá válni, hogyha már itt tartunk. Igenis, ezt meg kell tenni, de én nem hiszem, hogy közvetlen hatással tud lenni bármilyen emberre, hanem olyan hatással tud lenni a hétköznapi emberre, hogy pallírozza a saját kultúráltságát. A kultúra közvetítő szerepet fog betölteni ez a tárgy.
Szóval ez a ház, illetve nem csak ez a ház, akármelyik épület, amelyet a népi építészet alkotott, engem egyfajta régi játékra emlékeztet, amelyet nem lehet csak úgy eldobni, otthagyni, mert az, még ha az ember fel is nő, az mindig ott marad a szívében, lelkében. Egy szóval nekem az ilyen régi házak nem csak egy omladozó épületet jelentenek, hanem egyfajta visszatekintést a gyökereinkhez. Egy olyan emlék, ami ugye a város történetének valamilyen jellegű emléke, és hát tulajdonképpen ezzel úgy is foglalkozhatunk a kérdéssel, hogy ugye a nagymamának az imakönyvét, akkor a nagymama imamalmát, akkor a nagymamának a blondelkeretes tükrét, azt nem nagyon dobjuk ki. Nem azért, mint olyan hatalmas értéket képviselnének, hanem olyan eszmei tartalma van magának az emléknek, hogy ennek a kidobása, azt mondhatnánk, hogy ez bűn lehet. Na most ugyanezt meg lehet fogalmazni egy épületről is, hogy nyilvánvaló, hogy ez az épület érték, hogyha nem is anyagi valóságában, hanem az eszmeiség, vagy az az üzenet, amit ez az épület hordoz. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy erre való hivatkozással, hogy a laikus oldalról közelítjük meg, az emlék miatt nyilván, hogy van létjogosultsága.
Ez egy olyan identitás tudatot tud ápolni, ami miatt valaki kötődik egy városhoz, ugye? Tamási Áronnak van ez a nagyon szép, remek gondolata vagy mondata, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Na most ez a fajta identitás tudat, hogy valaki tudja, hogy eleink hogy meg miként éltek, az ilyen emlékek, azok ilyenlé is válhatnak. Tehát valaki, mondjuk vegyünk egy hétköznapi példát, két fiatal találkozni akar, és akkor találkozási pontot kellene meghatározni. Nem azt mondja, hogy a Csepp utca 3 alatt találkozunk, hanem találkozunk a Népi háznál. Tehát, ugye sokan úgy fogják föl, hogy a népi építészeti hagyományoknak az ápolása, az manapság az építészetben, hát vicces lehetne akkor, hogyha valaki arról az oldalról közelíti meg, hogy hát majd náttető lesz rajta, meg vályokból építjük, meg olyan magas lesz, mint amekkora. Mert ugye ebből nem ezt kell csinálni, tehát egy szakember számára a népi építészeti emlékeknek, vagy építészetnek az ápolása az abban megnyilatkozhat, hogy ugye, amire még minket tanítottak, hogy a szerkezet, funkció és forma egysége. Tehát azt a logikus gondolkodást kell átvenni, szerintem ez a legnagyobb üzenet vagy érték, hogy Eötvös Józseftől származik ez a mondat, hogy a derék a kor követelményeinek tesz eleget, a derek abban a jövőnek is lerakja alapjait. Nem bővelkedünk a műemlékekben, viszont ez véleményem szerint nem annyira nagy baj, mert így rengeteg lehetőséget hagy számunkra a város, viszont rengeteg rejtett építészeti érték van, mint például itt a hátam mögött látható Csepp utcai népi ház. Ennek a háznak igazából a jó értelembe vett egyszerűségét szeretem, és a nagyon finom részleteit. Azt hiszem, hogy ez a mai kor emberének is példaértékű üzenet, hogy ennyire mívesen is ki lehet dolgozni akár a mai épületeinket is. Azért szeretem az ilyen régi építészeti emlékeinket, mert ezek nagyon természetesen épülnek be, organikusan épülnek be a városszövetbe, és kerülik ezt a manapság jellemző szimpadiasságot. Amikor építészének nem kell leutánoznia ezeket a házakat, hanem a mai korba kell átültetni a szellemiségüket.